Bibliából viszont megtudjuk. In the book of Acts. Az Apcselből. Peter's shadow. Hogy Péter árnyéka. Vagy pedig, by the laying on of hands. Kézrátételre visszatérve. And you don't have to shout. Nem kell kiáltozni. You don't have to shout. Nem kell kiáltani. The anointing is either there or it's not there. A kenet vagy van, vagy nincs. The anointing is transferred. A kenet az átadható. The book of Acts says. Az apostolok cselekedeteiben azt is olvassuk, hogy Isten különleges csodákat tett. By the hands of Paul. Pál keze által. So they're from his body. És az ő testéről is. We're taking handkerchiefs. Elvitték a keszkenőket, kötényeket to the sick people, a beteg emberekhez, and then the handkerchiefs, és akkor and the aprons, ezek a kötények, zsebkendők rátették az emberekre. Hallelujah. 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 I'm demonstrating to you today. Csak demonstrálok. This is real. Ez valóságos. Can you say amen? Tudtok ámen mondani? It's real. Valóságos. It's real. Valóságos. It's not man's power. Nem emberi erő. It's God's power. Isten ereje. It's not my power. Nem az én erőm. It's God's power. Isten ereje. Every single one of you. Mindnyájatok. Have this power. Nak megvan ez az erő. At your disposal. A rendelkezésetekre áll, mert ez a Szentlélek, aki bennetek lakik. Ezért mondta ő, hogy ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Az én nevemben démonokat űznek. Új nyelven szólnak. Halleluja. 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 Jesus! Now I want you to picture something. Right. Szeretném, hogyha látnátok magatok előtt egy dolgot. Szeretnénk egy másik képet is fölfesteni. Amen. Amen. Would you come here please, brother? Kérlek, gyere ide, testvérem. Or he's going to be Jesus. Most ő lesz Jézus. Come here. Turn around. Gyere ide, fordulj meg. Face that way. Nézz arra. Jesus. Stand here. No. Álljál meg. Stand. Álljál. Stand. Álljál. Please, otherwise you're going to ruin the painting. Különben elrontod a festményt. This Jesus. Tehát itt van Jézus. No, stand. Ne, álljál. Stand, please. Kérlek, álljál. I need your help now. Segítsél nekem. I need your help.
Keep your robe on. Keep your robe on. Tartsd meg magadon a köntöst. The robe keeps coming off. Okay. Mindig lepotyog. Now, give me one of these. Még adjatok egyet. Jesus is on his way to Jairus's house. Jézus megy Jairus házához. The Bible says there's a great multitude. A Biblia azt mondja, nagy sokaság. Thronging him. Szorongatja. People are coming all around him. Emberek mindenünnen jönnek. They're bumping into him. És neki ütköznek. Amen. Amen. Now, from the side, from the back, és hátulról akkor jön, comes the little woman. Egy hölgy. She's the little woman. Ő az a hölgy. In my case, she's the big woman. Az én esetemben nagy hölgy. Now, what you have to understand is, értsétek meg ebből. Let me stand here so everybody can see me. Közelebb jövök, hogy mindenki lássa. What you have to understand, azt kéne megérteni. To everybody, if you just sit down, just nyugodtan üljetek le. What you have to understand, hát azt kell megértenetek, is that she was illegally in the public place. Hogy illegálisan tartózkodott ez a hölgy nyilvános helyen. Anybody, mert bárki, under Jewish law, a zsidó törvény alapján, with an issue of blood, aki vérfolyásos volt, if they were found in the public place, a nyilvános helyen találták, they were to be taken out and stoned. Akkor ki kellett vinni és megkövezni. But she was desperate. De nagyon kétségbe esett she volt had már, to get a miracle from God, mert szüksége volt, hogy csodát tegyen vele Isten, matter, és már nem számított neki, if they were gonna stone her, hogy megkövezik, she needed to have a miracle. Mert csodára volt szüksége. So she thought what she'd do. Úgyhogy azt gondolta. Was she would sneak her miracle. Hogy oda elcsórja a csodáját. She would come up behind Jesus and touch him. Hátuljon Jézushoz és úgy érinti meg. And take her miracle. És úgy lesz csoda. So. Úgyhogy. She said. Azt mondta. If I may touch. Ha megérinthetem. The hem of his garment. Köntöse peremét. I shall be whole. Egészséges leszek. And she came. Odajött. And she touched him. És megérintette. And as she touched him. És ahogy megérintette. The power went out of him. Az erő kiment Jézusból. Into her. Ő belé. She felt in her body she healed. Érezte a testében, hogy meggyógyult. Jesus turns him about. Jézus pedig megfordult. And he says. Azt mondja. Who touched my clothes? Ki érintette meg a ruhámat? And the disciples said to him. A tanítványok mondják neki. Master. A mester. Thou seest the multitude thronging thee. Nem látod, hogy a sokasság szoronga? And sayest thou, who touched me? És azt kérdezed, ki ért hozzám? I can just see Peter. Látom magam előtt Pétert. Thinking to himself. Péter gondolkozik Jesus magában. Jesus has been in the sun too long. Jézus túl sokat napozott. Listen, if you're in a crowd of people. Tudod, ha nagy tömeg van, and people are around you, és emberek vannak körülötted, and you walk in the crowd, és mész a tömegbe, who touched me? És azt mondod, ki ért hozzám? Somebody touching me. Valaki hozzám ért. Stop touching me. Hagyjátok abban, ne érjetek hozzám. Who's touching me? Ki ért hozzám? People can say something wrong with you. Azt gondolják majd az emberek, hogy valami baj van. Wrong with them. Valami baj van ezzel az emberrel. I can just see Thomas thinking. Látom Tamás gondolkozik magában. I doubt anybody touched you. Kétlem, hogy bárki is hozzáért volna. I can see Judas thinking to himself. Judas meg azt gondolja magába. Lord. Uram. Check your wallet to see. Nézd meg az erszényedet, megvan-e még. But it was more than just a touch. De nem egyszerű érintés volt ez. She placed a demand on the anointing on the life and the ministry of Jesus. Hanem ennek a nőnek az Jézus életén lévő kenet kellett. And she was made whole. És egyből meggyógyult. He felt it. Érezte. And she felt it. Mindketten érezték. Thank you, brother. Köszönöm, testvére. Thank you. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Köszönjük, Úr Jézus. Thank you, Lord Jesus. Köszönjük, Úr Jézus. Thank you for your anointing. Köszönjük a kenetedet. Thank you for your presence. Köszönjük a jelenlétedet. Thank you for your touch. Köszönjük az érintésedet. Now. No. Remember the principles I've shown you now. Emlékezzetek azokra az elvekre, amiket bemutattam. What I've shared with you now, is that God's word? Amit elmondtam, ez Isten igéje? Are you sure? Biztos. So for anybody who's a critic of the revival, tehát aki az ébredést majd kritizálja, and say that this is not scripture, és azt mondják, hogy nem igei, take them to Mark chapter 5, akkor mutassátok meg neki a Márk 5-öt, tell them to read it, mondjátok meg, olvassa el, take them to the book of Acts, nézze meg az Abcselben, where Simon the sorcerer, ahol Simon mágus, saw that the Holy Ghost was given by the laying on hands, látta, hogy a Szentlélek kézrátétellel adatik, and he wanted to offer money, és pénzt is akart adni érte, hogy ő is megvehesse ezt az ajándékot, akkor biztos látott valamit, ha meg akarta venni. Látta, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szentlélek, és ő ezt akarta. Persze, nem lehet megvenni, hanem ingyenes, it comes from heaven, mert a mennyből jön, but you gotta get hungry to get, de kell, hogy éhes légy és szomjas Istenre. Can you say amen? Tudsz áment mondani? Hallelujah. 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 Amen. Amen. Glory. Now, when I began in the ministry, amikor én elkezdtem a szolgálatomat, in 1980, 1980-ban. See, I was born again at the age of five. Tudjátok, én 5 éves koromban születtem újjá. And was filled with the Holy Ghost when I was 8 éves koromban töltekeztem be Szentlélekkel. So I never have known the devil. Úgyhogy én az ördöggel soha nem találkoztam. I've always served God. Mindig Isten szolgáltam. As far as I can remember. Legalábbis amennyire visszabírok emlékezni. I used to lay hands on my teddy bears. És emlékszem, hogy a maciaimra és a kézrátételt gyakoroltam, szolgáltam feléjük. And baptized every single one of them in water. És vízben is megkereszteltem őket. Amen. Amen. And I was raised in church. És a gyülekezetben nőttem fel. And around the things of God. Isten dolgai között. My mother and father. Apám, anyám. Been married 53 years. 53 évvel. They work in our ministry. 53 éve házasok. They are godly, godly people. Az Úr szolgái, nagyon istenfélő emberek. They are such a great blessing to me. És nagyon nagy áldás jelentettek mindig they is számomra. They run our weekly prayer meetings in our church. A gyülekezetünkben Amen. Hetente ima összejövetelt vezetnek. Next time I come to Budapest, I will bring them with. Ha legközelebb eljövök, elhozom őket is magammal. Amen. Hallelujah. In 1979, the fire of God fell on me. Az Úrnak a tüze rám szállt. For 3.5 days. 3.5 napig. Burned through my being. És az egész lényemet át égette. And I asked God to lift it. Kértem Istentől, hogy vegye le. So that I could bear it. Hogy elbírjam viselni. And he lifted it and stayed lightly for about 2 weeks. És egy kicsit könnyebb módon volt rajtam még 2 hétig. I was conscious of his presence. És végig tudatában voltam a jelenlétének. In 1980, 80-ban pedig I worked and traveled with a group of people. Egy csoporttal utaztunk. They were not Pentecostal. Nem pünkösdiek voltak. They were evangelical in nature. Hanem evangéliumiak. I was just a young man of 18 years of age. 18 éves ifjú voltam. They told me. Azt mondták. They said to me now. Hogy most we know you Pentecostal. Tudjuk, hogy pünkösdi vagy. We want you to know. Szeretnénk azt is. That you can be part of this group. Hogyha velünk utaznál, traveled around and sang and ministered. Dalokkal, dicséretben szolgálunk. But they said we forbid you. És befogadunk téged. To speak about the Holy Spirit. De azt megtiltjuk, hogy a Szentlélektől szólj, hogy nyelveken szólj, to lay hands on people. Hogy kézrátételt gyakorolj emberekre. I said, what do you want me to do? Mondtam, hát akkor mit csinálja? They said, you are allowed to only speak about Jesus. Csak Jézusról beszélsz, mondták. Beszélhetsz, mondták. That's fine by me. Mondtam, nekem ez így but jó. What they didn't realize, de azt nem tudták, is if you talk about Jesus, hogyha Jézusról beszélünk, the Holy Spirit comes akkor along mindig odajön a Szentlélek, hogy megnézze, hogy miről van szó. Amen. Amen. And so, ezért aztán I remember this, emlékszem, like it happened yesterday. Mintha csak tegnap történt we volna. Were in a Methodist church. Egy metodista gyülekezetben voltunk. I was in the back room. Én hátul voltam az irodában. In the vestibule. Az előcsarnok volt nyílószobába. It's a holy name for an office. Ez az irodának a szent neve, amit it's the place. Sekrestye, bocsánat. It's the place where they hang the garments.
Ez az a hely, for those that dress up like mother, ahol a szent ruhákat tárolják, and yet we call them father. Amiben úgy felöltöznek és úgy néznek ki, mint egy anya, és mégis atyának hívják őket. Amen. Amen. And so, és I was sitting there, ott ültem, minding my own business, saját dolgaimmal voltam elfoglalva. And one of the young ladies, és az egyik ifjú hölgy, that was on the team, aki a csoport tagja was volt, in terrible pain, nagyon nagy fájdalmakban szenvedett, and she said to me, és azt mondta nekem, would you pray for me? Azt mondta, imádkoznál értem? Now people might criticize you, lehet, hogy az emberek kritizálnak, de amikor csodára van szükségük, akkor elég kétségbe esettek ahhoz, hogy mégis azt mondják, hogy segítségre van szükségem. Senki nem hisz a csodákban. Azoknál, akiknek csodára van szükségük. Amen. Amen. When you suddenly dying of incurable disease, és hogyha hirtelen kiderülne, hogy gyógyíthatatlan betegséged van, és az orvosok megmondanák, hogy nincs neked reményed, then suddenly, akkor hirtelen you have to believe God. Elkezdené hinni Istenben. Suddenly, hirtelen you need a miracle. Csodára lenne szükséged. People that need a miracle are desperate people. Az az ember, akinek csodára van szüksége, az kétségbe esett ember. They're people that fall in the same category. És azok az emberek, akik ebbe a kategóriába esnek, blood, mint például a vérfolyásos asszony, vagy a Bartimeus, a vak, aki kiáltott teljes erejéből Jézusnak, the man that was carried by his four friends, vagy az az ember, akit a négy barátja vitt és a tetőn leeresztettek, when they ripped up a roof and let him down through the roof, elmozdították a tető híjazatát. That's what I call desperate faith. Ezeket hívom olyan kétségbe esett hitnek. Amen. Amen. And so she was desperate. Tehát ez a lány is kétségbe esett volt. She came in the door. Bejött az ajtón. She said to me, és azt mondta, would you pray for me? Imádkozz értem. I said, sure. Mondom, persze. I believe in laying on of hands. Én hiszek a kézrátételben. I believe in prayer. Én hiszek az imában. So the year before I felt the anointing on me and in me. Áradt az Istennek a kenete, még azelőtt, hogy magamon this éreztem was volna. Different. Már magamon korábban éreztem, de ez más volt, mert most azt éreztem, hogy átárad rajtam. És ezt figyeljétek meg jól. When the anointing touches, amikor a kenet megérint, it will bless you. Az meg fog áldani téged. But there is no blessing, de nincs olyan áldás, like the blessing, mint az az áldás, of the anointing, mikor a kenet flowing through you, átárad rajtad, to touch somebody, hogy megérintsen valaki mást. It is wonderful to be touched by God. Csodálatos, amikor Isten megérinti az embert. But he is touching us for a purpose. De mindig céllal érint meg minket. He's not just touching us so that we can just have a fun time. Nem azért érint meg, hogy jól érezzük magunkat, yes, és hogy mindig mondjuk jó. But there's more. Hanem ennél több van. He's touching us. Azért érint meg. Because he wants to do something through us. Mert valamit rajtunk keresztül el akar végezni. And he wants to touch through us. És rajtunk keresztül akar érinteni. And that we are responsible for the touch. És ezért mi felelősek vagyunk az érintésért. What are we going to do with the touch? Mit fogunk csinálni az érintéssel? This is why we stay busy. Ezért vagyunk mindig olyan elfoglaltak. Egy évben 46 héten át, napi két összejövetelen. Week in, week out. Minden héten, hét után, hónap után, because mert there's nothing greater, nincs annál nagyszerű, than seeing people touched, mint azt látni, hogy embereket megérint az Úr, és életek megváltoznak, és átformálódnak Istennek az ereje által. There's nothing greater, nincs ennél nagyszerűbb dolog. There's nothing greater, nincs ennél nagyszerűbb dolog. Hallelujah. 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 This week, ezen a héten, I have not come, nem azért jöttem to Budapest, Budapestre, for my benefit, hogy én jól érezzem magamat. I have come, azért jöttem, for your benefit, hogy a ti hasznotokra legyek. Power of God, az Isten ereje, flowed out of my hand, a kezemből kiáradt. I saw it hit the woman. Láttam, hogy megérinti ezt she a lányt, fell on the floor. Földre esett, just crumbled in the floor. És ott fetrengett a földön. Nobody was more astounded than I was. Senki nem volt jobban megdöbbenve, mint én. I stood there. Ott álltam, I looked at the woman. Néztem,
I looked at my hand. Néztem a kezemet. I looked at the woman. Néztem megint a lányt. I looked at my hand. Néztem a kezemet. My mouth was hanging open. És leesett az állam. I mean, I didn't do it. Hát nem én csináltam. It wasn't me. Nem én voltam. It was God's power. Isten ereje. It was God's anointing. Isten kenete. The rest of the team came in the room. A csoport többi része is ott volt. I still felt this anointing coming out. És bejöttek a szobába. I was like a child with a brand new toy. És olyan voltam, mint egy gyerek, aki vadonatúj játékot kapott a kezébe. I couldn't resist it. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek. I said to all of them. Megkérdeztem tőlük. Lift your hands. Emeljétek fel a kezeteket. Bam, 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 bam. Under the power of God. Isten ereje alatt. They all lying out. Mind eldőltek. Under the anointing. Kenettől. And now we've been warned not to do anything like this. Megmondták, hogy ilyet nem szabad csinálnunk. And they all lying under the power. De ők mind ott feküdtek Isten ereje alatt. I'm the only one standing. Már csak én álltam. And I thought to myself. És gondoltam magamban. What happens if the priest comes back here? Mi van, ha most bejön a pap? How do I explain? Hogy fogom ezt megmagyarázni? What we're doing? Mit csinálunk itt? Do I tell him that this is a new way that we prepare for the service? Megmondom, hogy ez a legújabb módszer, hogy a szolgálatra felkészülünk. And then he's going to blame me because I'm the only one standing. És akkor én leszek a hibás, mert csak én maradtam állva egyedül. Then it did cross my mind. Átfutott az agyamon. Well, if you lie down with the rest of them. Ha lefekszek én is közéjük. Then you, nobody can blame you. Akkor nem leszek hibás. But there still we would have to answer too many questions. De sokszor túl sok a kérdés. So I got nervous. És még így is túl sok kérdés maradt volna megválaszolandó. And I kind of like úgyhogy elkezdtem felpofozni őket. Hey, hey, come on. Gyerünk. Get up. Keljetek fel. Pull yourself together. Szedjétek össze magatokat. We've got to go in the meeting. Menni kell az összevetelre. Come on. Gyerünk. And I got them all up. Összeszedtem őket. Except for one young lady. Egy fiatal hölgy kivételével. We had to proper between two people. És őt úgy kellett vinnünk. And walk her out in the service. Kimentünk az összejövetelre. Now that morning, azon a délelőttön, we went out, ahogy odaértünk, we sang, énekeltünk, and then I was speaking. És aztán én következtem, prédikáltam. 1 Korintus 2-ből. Eyes not seen, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme meg sem bír gondolni. Isten olyat készített az ő szeretőkre, és Isten ezt az ő szelleme által meg is mutatja. Amen. Amen. But I was overwhelmed by what happened in the back room. De még mindig az járt a fejembe, hogy mi történt ott hátul a sekrestjében. If we can have what happened in the back room out here. Azon gondolkoztam, hogy nem lehetne, hogy itt kint is megtörténjen, ami ott megtörtént. And I said, Lord, how can we? Mondtam, Uram, de hogy lehetne? Because they've warned me. Mert hát megmondták előre, nem szabad ilyesmiről beszélnem. But God knows how to work a deal. De Isten mindig tudja, hogy hogy lehet megoldani egy dolgot. God knows how to work a plan. Isten tudja, hogy hogy kell tervezni. Hallelujah. Hallelujah. The Lord said to me. Az Úr azt mondta nekem. Call all those that want a blessing. Hívd előre azokat, akik szeretnének áldást kapni. If I asked you today, how many of you would want a blessing? Ha ma megkérdeznélek benneteket, hányan szeretnétek áldást? Who would raise your hand? Ki emelné fel a kezét? I'll put your hands down. Most vegyétek le. That's exactly what they did. Pontosan ők is így reagáltak. I said, how many want a blessing? Megkérdeztem, hányan akartok áldást? They all raised their hands. Mindenki felemelte a kezét. But their idea of a blessing. Na, akkor lesz áldás. And my idea of a blessing. De úgy, ahogy én gondolom. Were two totally different things. Ők teljesen másra gondoltak. Their idea of a blessing. Mikor én azt mondtam, or hogy somebody áldás, standing over them. Akkor saying, I can play dominoes better than you can. Ők az áldásra azt gondolták, hogy You get the message. Ez az üzenet. My idea. Az én elképzelésem szerint pedig az áldás az olyan. Was bam 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 under the power of God. Isten ereje alatt. So.
I called them. I said, "Come, line up here." Úgyhogy akkor mondtam, gyertek, akkor gyertek előre. I was standing on the platform. Fennálltam a dobogón. And I was gonna walk off and just lay my hands on the first person. És oda mentem az első emberhez, hogy rátegyem a kezemet. And the Lord said to me, és az Úr azt mondta, "Be very careful how you touch them." Nagyon óvatosan érints meg őket. Because my power is gonna touch them. Mert az erőm meg fogja, el fogja találni őket. That you're pushing them over. És valaki azt fogja gondolni, hogy fellökted őket. Just touch them very gently. Úgyhogy nagyon finoman érints meg. Take the finger. Csak egy ujjal. Of your right hand. A jobb kezednek mutató ujjával, és nagyon finoman érints meg a homlokukat az első embernél, és mondja, hogy a Jézus nevében. And so that's what I did. Úgyhogy ezt csináltam. I just said in the name of Jesus. Azt mondtam, a Jézus nevében. I just said in the name of Jesus. Csak annyit mondtam, hogy a Jézus nevében. When I said that, és mikor ezt kimondtam, the power of God, Istennek az ereje, hit them, megérintette őket. Some of them so hard, egyeseket olyan nagyon, that I didn't even have time to get the zzz out, hogy még az sem volt időm kimondani, hogy zus. I just said G. Csak annyit, hogy jé. In the name of G. Hogy a jé. Zzz. But by the time zus, I said az már elmaradt. The power of God had already hit. Már mikor kimondtam, hogy jé, akkor már ment. And they were lying on the floor. És ott feküdtek a földön. Under the power of God. Isten ereje alatt. Many of them. Nagyon sokan közülük. Never ever experienced this for soha the first time. Soha életükben ilyet még nem tapasztaltak. Életükben ez volt az első. The moment they hit the floor. És abban a pillanatban, hogy földet értek. They were speaking in other tongues. Elkezdtek új nyelveken szólni. The moment they hit the floor. Abban a pillanatban, hogy földet értek. The moment they hit the floor. Ahogy padlót fogtak. The moment they hit the floor, ahogy odaértek a padlóra, they were speaking with other tongues. Új nyelveken kezdtek szólni. I turned and looked back at the priest. Visszanéztem a papra. I said, "It wasn't me." Azt mondtam, nem én voltam. Nem én csináltam. It wasn't me. Nem én voltam. Some of them, egyesek közülük, were stuck to the floor. Úgy szinte oda ragadtak a padlóhoz. Stuck. Oda ragadtak. To the floor. A földhöz. For an hour and a half. Másfél órán át. It looked like somebody had taken glue. Úgy nézett ki, mint hogyha valaki előtte ragasztóval bekente volna a padlót. They could not get up. Nem bírtak felkelni. Finally, when they did, végül, mikor mégis sikerült, several of them came to me. Többen odajöttek hozzám. And they said, "What is this?" És azt mondták, mi volt ez? I said, mondtam, "This is that." Ez az. They said, "That what?" Azt mondták, hogy mi az az az? I said, "This is that which was spoken by the prophet Joel." Ez az, amit Joel proféta megmondott. That it shall come to pass in the last days. Hogy lesz az utolsó időkben. I will pour out my spirit. Mondja az Úr, kitöltöm a szellememet minden testre. And your sons and daughters shall prophesy. Fiaitok, lányaitok profétálnak. This is that. Ez az. Hallelujah. 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 This is still that. Ez még mindig az. Riba borida nananda. This is still that. Még mindig az. Which is spoken. Ami megmondatott Joel profétától. He's still alive. És he's still moving in the earth today. Jézus még ma is él és cselekszik a földön. Now. Most. Some people think. Egyesek azt gondolják. That because you lay hands on people. Hogy azért, mert kezünket ráteszik emberekre. That you need to lay hands on everybody. És van ilyen, azért mindenkire kézrátétele kell. Van olyan valóban kézrátétel. De figyeljetek csak. What happened when the centurion? Mi lenne akkor? Came to Jesus. Hogyha Jézushoz odajönne. And said, "Speak the word only." Arra gondoljunk, mikor a százados odajött Jézushoz és azt mondta, hogy csak egy szót szólj. Jesus spoke the word. Jézus szólt egy szót. And the servant was healed. És a szolga meggyógyult. Back at the house. Egészen távol a házban. So the anointing can also be transferred. Úgyhogy a kenet úgy is tud terjedni, hogyha csak szólunk. That's why those of you. Ezért van az, hogy ti, akik figyeltek az interneten, in your homes, az otthonotokban, ugyanaz a kenet can come upon you, tud rátok szállni otthon, in your homes, az otthonotokban, right now, mint ami itt. Most, if you open your heart, ha megnyitod a szívedet, go ahead, akkor gyerünk, be filled right now, és töltekezd be most, be touched right now, vegyél érintést most, right now, változd meg most, be transformed right now. Alakulj át most. I loose the anointing of God. Isten kenetét felszabadítom a te házaitokba, az életetekre, szolgálatotokra. Fill. Töltekezzetek be. Jesus name. Jézus nevében. Right now. Most.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Köszönjük, Jézus. You, sir. Te. Stand in the aisle. Gyere, légy szíves, állj ki oda a sorok közé, lépj ki. Step in the aisle. Lépj ki oda a székek közé. Csukd be a szemed, emeld fel a kezed, és Isten ereje rád száll. Filt. Töltekezz be. See, I didn't touch him. Látod, nem értem hozzá. Sir. You, sir. Te is. Step in the aisle. Állj meg. Lift your hands. Emeld fel a kezed. Töltsd be! Somebody said, "Well, you pushed him over." Valaki azt mondta, hogy fellökted. Yeah, you could see my hand go all the way out there. Láttad, hogy milyen hosszú a kezem. Amazing, isn't it? Elképesztő, nem? I will not apologize. Nem fogok bocsánatot kérni. For the power of God. Isten ereje miatt. This is. Ez. The power. Isten. Of the Holy Ghost. Ereje. It's not my power. Nem az én erőm. It's God's power. Isten ereje. I have never ever for one moment. Soha egy percre sem. Thought that maybe I was doing something. Gondoltam, hogy én ezt én csinálom. Because it's God. Mert Isten az. It's his power. Aki ezt elvégzi, az it's ő ereje. His anointing. Az ő kenete. It's his glory. Az ő dicsősége. To him be all the praise and honor. Övé legyen minden dicséret és tisztesség. He sits on the throne. Övé, aki a trónon ül, minden dicsőség az övé legyen, minden tisztelet, minden dicséret. Mert egyedül ő méltó. Egyedül ő méltó. Egyedül ő méltó. Hogy vegyen dicsőséget, hálát. Ki lehetne olyan, mint ő? Ki lehetne olyan, mint Isten? Ki hasonlíthatná magát hozzá? Senki. He's mighty to save. Az ő hatalma. He's mighty to heal. Az ő ereje gyógyít. He's mighty to deliver. Ő megszabadít. Great and mighty is he. Nagy és hatalmas ő. Great is the Lord. Nagy az Úr. And greatly to be praised. És méltó, hogy dicsérjük. He's our king. Ő a királyunk. He's our master. Ő a mesterünk. He's the lamb slain before the foundation of the world. Az a bárány, akit a világ alapjainak felvetetése előtt megöltek. Alfa és Omega. Beginning and the end. A kezdet és a vég. The first and the last. A első és utolsó. Which was. Aki volt. And which is. Aki van. And is to és come. Aki jön. Jesus Christ. Jézus Krisztus. Come in the flesh. Eljött testben. Born of a virgin. Szűztől született. Died on the cross. Meghalt a kereszten. Rose bodily. És feltámadt testben. Gave his life's blood. Átadta. For the sin of the world. A vérét a világért. És aztán fölment a mennybe, és helyet foglalt Isten jobbján, és ott közben jár értünk. Jézus Krisztus, királyok királya, urak ura, senki nincs hozzá hasonló, mindenki más hazug, de ő igaz, az egyetlen igaz Isten, ő a királyunk, ő az urunk, ő a mesterünk, ő a mindenünk, a bárány, aki megöletett a világ alapjainak felvetetése előtt. Isten angyalai imádják őt. Az egész teremtett világ imádja őt. Mindenki, akiben lélek van, dicsérje őt. Kiáltsátok a hegyek tetejéről. Kiáltsátok a háztetőkről. Jézus! 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 King of kings! Királyok királya! Urak ura! Savior! Megmentő! Megszabadító! Lily of the valley! A bright morning star! Hajnalcsillag! Fairest of 10,000! Tízezer közül a legjobb! Jesus. Jézus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Dicsőség az Úrnak.